Ez a Mozaik a Sopron Televízióban. Köszöntöm nézőinket. A második Soproni Vagyonvédelmi Konferencia egyik előadója volt Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Az volt az előadásának a címe, hogy határ és határtalan. Ez sok mindent jelenthet. Mire kell ezt tulajdonképpen leszűkítenünk? Gyakorlatilag arra, hogy a világon mindenütt a határok megerősödtek. Az Egyesült Államok déli határán tűzparancs van, Kína, Oroszország egyetlen migráns sem fogad be. Európában rendkívül lényegesek a schengeni határok, hogy ezek maradjanak meg. Ez garantálja Európa szabadságát, biztonságát és jólétét, de ez egybe azt jelenti, hogy a schengeni külső határokat kőkeményen védeni kell. Ugye itt Sopronban például ez egy nagyon aktuális kérdés, hiszen rengetegen indulnak reggel Ausztriába dolgozni, aztán meg délután vissza. Most, hogyha visszaállna egy komoly határellenőrzés, amit Ausztria már többször meglebegtetett, és most is elvileg szigorított határól ellenőrzésről van szó, ez milyen következményekkel járhat? Gyakorlatilag azzal, hogy az átkelés sokkal nehezebb lenne. A burgenlandi belügyminiszter nemrég azt mondta, hogy ha megindul a migráns áradat, Ausztria zárja határait. Biztonsági kockázatok a világon és Európában. Melyek ezek a fő irányvonalak? Európában egyértelműen a migráció, a világban a háborús veszély, a vallási ellentétek, rengeteg egyéb. Több tucat háború folyik egyidejűleg országok között, rengeteg a konfliktus országokon belül. Az iszlám államot felszámolták területileg, de az eszmerendszer megmaradt. Rengeteg ember túlélte az iszlám állam bukását, és várja, hogy valahol újra kezdhesse. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a biztonság abszolút nem olyan, amilyet az emberek szeretnének. Mennyire kell sötéten látni a világot? Nem kell sötéten látni, realisztikusan kell látni, ami azt jelenti, hogy bármikor, bárhol, bármi megtörténhet, és erre amennyire lehet, föl kell készülni. Sokan bírálták azt a kerítést, amelyet Magyarország épített a határokon, aztán itt-ott megjelentek többek között a már említett Ausztriában is, hogyha jól tudom, ott valami egészen érdekes elnevezést adtak ennek a kerítésnek. A Magyarország megépített a kerítést, a osztrákok azt mondták, hogy fasiszták vagyunk, majd ugyanezt a kerítést megépítették, csak ők szárnyas kapunak hívták. De a német külügyminiszter megírta a visszaemlékezését, a Gabriel, szociáldemokrata, aki azt írta, hogy a magyar kerítés lélegzetvételnyi szünethez juttatta Németországot. És ugye volt itt a kerítésben tényleg egy ilyen érdekes német megfelelő, ami hát nem is megfelelője ennek a kerítésnek. Hogyha jól tudom, éppen egy interjújában mesélt róla, hogy szárnyas kapu, azt hiszem, hogy olyan ilyesmi. Ezt mondtam előbb, hogy Ausztriában a kerítés szárnyas kapunak hívják, de ugyanúgy működik, mint a magyar, alapvető cél a migránsok feltartóztatása. Amerika hogy tudja kezelni egyébként, azt is említette, hogy tűzparancs van az amerikai-mexikói határon. Ennél lehet szigorúbb rendszer még? Amerikaiak azt csinálják, hogy szeretnék az egész határ mentén egy kőkemény rendszert fölépíteni, ami elvileg átjárhatatlan. A Trump ehhez a szükséges pénzeszközt töredékét kapta meg, Trump oda vezényel csapatokat, és most bejelentette, hogy aki be akar jönni, írjon egy beadványt, és mellékeljen mellé pénzt. Hogy ebből mi lesz, azt a jövendő hónapokban meglátjuk. Egy tengeri határa rendelkező Európában ezt egyébként hogy lehet? Hiszen a schengeni határok tulajdonképpen nagyon sok helyen... Pillanatok alatt meg lehet oldani, ez azt jelenti, hogy a haditengerészet nem engedi át a migránsokat szállító hajókat, visszafordítja őket, jelenleg ezt csinálják az olaszok. Ugye ez egy komoly konfliktus Európában, hiszen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy muszáj kell az, hogy emberek érkezzenek Európába, hiszen nincs akkora népszaporulat, és van egy komoly ellentábor, amely most valószínűleg a választásokkal egymásnak fog feszülni. Igen, csak itt egy probléma van, aki azt mondja, hogy kell neki vendégmunkás. Az azért mondja, mert hiszi, hogy a vendégmunkás alkalmazható, az elmúlt évek bebizonyították, hogy nem így működik. Aki azt mondja, hogy kell, az azt mondja, hogy neki gyarmati múltja van, és emiatt lelkiismereti problémái vannak. Erre a magyar álláspont az, hogy fogadjon be, csak ne akarja neki nem megfelelő réteget szétosztani a többi európai ország között. Van arra mód és lehetőség, hogy azok az emberek, akik mégis érkeznek, és látjuk, hogy nem csak az első generációk, hanem második, harmadik sem tud igazából beilleszkedni az európai értékrendbe, hogy ez változhat? Nem. Olyan hátrányban vannak a munkaerőpiacon, az oktatásban és a lakáspiacon, hogy esélyük sincs egy valós integrálódásra, plusz ma már az emberek döntő része, aki bejön, párhuzamos társadalmakba él, tehát nem is akar és nem is tud integrálódni. Nógrádi Györgynek köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt ma Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.